Minden év júniusának közepén a természetvédelmi őrök felkeresik a fehér gólyák fészkeit, hogy meggyűrűzzék a fiókákat. Ezeknek a jelöléseknek köszönhetően tudjuk ma már, hogy népünk kedves madarai Afrika déli területeire vonulnak. A madarak olyan rejtett életfolyamatainak, mint a madárvonulás, az élettartam, a pár és területhűség, a napi aktivitás, az élőhely választás vizsgálatához elengedhetetlen a madarak azonosíthatósága, amit különböző jelölési eszközökkel érünk el. Ezek közül a legszélesebb körben alkalmazottak, különösen a gólyák esetében az alumínium és színes madárgyűrűk, de ma már lehetőség van akár műholdas adók felszerelése is közepes és nagytestű madarakra. Mind a négy lent van? Mind a négy lent. Ja, mert ezt nem figyeltem, jó? Segélyek, hanem? Majd a esetleg egy... Igen. Összenyomunk, vagy valami. Majd ez kell, nagyobb és jobb a segítség. Majd írd fel a nevét a gólyáknak. Azt, jó? Persze. Gyerekek. Enged? Van fogom. Van. Kézzel nyomjál össze? Nem, be akarom a lukatokba tenni egyenlőre. Csak. A nagytestű madarak jelölésének alapvető problémája a befoghatóság, ami a kifejlett egyedek esetében különösen nehéz. Ezért a gémeket, gólyákat, kócsakokat, sasokat túlnyomó részt fiókkorukban, még a fészekben gyűrűzik meg. Ugye itt a gólya, látjátok már majdnem olyan nagy, mint a felnőtt madár. Milyen színű a gólyának a csőre? Hát ezért, és az öregé? Mikor rajzolgatjátok, akkor piros lába, piros csőre van, ugye? És a fiatal gólyáknak még ilyen fekete, de majd később kipirosodik. Ebből lehet tudni, hogy fiatal, vagy már több éves idős gólya. És a gólya költöző madár, vagy állandó? Költöző. És hova megy? Télen. Melyik, hova, milyen földrészre megy? Afrikába megy talán? Igen. Április végén, május elején költeni kezdő fehér gólya fiókái általában június 10-15-e között érik el azt a kort, amikor még gyűrűzhetők, bár az időjárástól függően hideg nyár esetén ez akár 1-2 hetet is csúszhat. Bicskér itt a kistószegi gólyapárt már több éve gyűrűzzük, hagyománya van, és megjöttek az első eredmények. Például idén tavasszal leolvastak egy 4 évvel ezelőtt itt a fészekben gyűrűzött fiókát Tatánál, úgyhogy ott készül fészket foglalni. Ez az értelme egyébként a gyűrűzésnek, tehát ebből kiderülhet, hogy mennyi ideig élnek a gólyák, hova mennek telelni, ha sikerül leolvasni, hol foglalnak fészket, milyen messze mennek a kikelés helyétől, és hát azért teszünk rá ilyen olvasható színes gyűrűt, hogy ne kelljen megfogni, és távcsővel, jó minőségű fényképpel be lehet őket azonosítani majd később, egy olyan 3-4 év múlva, amikor visszajönnek, mert ugye ezek most kirepülnek, elmennek majd telelni, itt Mária napkor itt hagynak bennünket szeptember elején, és akkor Afrikába mennek, vagy Ázsiának azon részeire, ahol találnak táplálékot, és akkor bizony egy olyan 3 év eltelik, mire elérik az ivarérettséget, és addig ők nem vonulgatnak. És ez a 3-4 éves kor, akkor eljönnek vissza, elkezdenek párt keresni, revírt, tehát ilyen fészekfoglaló helyet keresni, vagy lesz költésük, vagy nem, de akkor kezdődik ez a felnőtt életük. Az előkészület pedig abból áll, hogy ide az EON áramszolgáltató segítségével megyünk fel a fészekhez. Időnként ugye ez áramtalanítással jár, a lakosságot ki kell előre értesíteni. Általában szoktunk szólni a helyi közösségnek is, hogy akit érdekel, az jöhet. Általában meg jelenlévő gyerekek nevéről szoktuk elnevezni a gólyákat, úgyhogy ez egy alkalom is arra, hogy egy kicsit beszéljünk, egy kicsit ráirányítsuk a figyelmet a természetvédelemre, a madarainkra. Ugye a gólya az a szeretem madarak közé tartozik, vannak a nem szeretem állatok, úgyhogy ez a kedvenc fajokkal könnyű népszerűsíteni ezt a látásmódot. Hát idén 4 fiókánk van, az egy erősnek számít, hát eddig 5 volt a maximum, például tavaly 5 fióka repült ki, ez a 4 is erősnek számít, főleg ebbe az aszályos időkben ugye kiszáradtak ezek a békapetéző helyek, ezek a vizes rétek kiszáradtak, tehát időnként ilyen táplálék hiány lehet, de szerencsére a gólya mindenevő, tehát megeszi a pockot, a sáskát,
tehát a kaszálók után, traktorok után is látjuk a gólyákat ballagni, úgyhogy ilyen szempontból a gólya mindenevő. Egy kis probléma most a mai gyűrűzéssel kapcsolatban, hogy elég nagynak látjuk a fiókákat. Tehát az, hogy meg tudjuk-e gyűrűzni vagy sem, az majd menet közben kiderül. Tehát ha a fiókák úgy viselkednek, hogy elhasalnak, akkor teszünk kísérletet a lehozatalra, de hogyha állva maradnak a fészekbe, vagy azt látjuk, hogy megvan az esélye a kiugrásnak, akkor inkább a gólyák egészsége és a biztonsága számít, akkor nem lesznek meggyűrűzve, mert angol kutatók kimutatták, hogy gyűrű nélkül is ki tudnak repülni a madarak, úgyhogy ez csak nekünk fontos, hogy rákerüljön a gyűrű, a gólyák anélkül is el tudnak menni. Június 27-én került sor a bicskei gyűrűzésre. A fészket csak darus emelőkocsival lehet gyorsan és biztonságosan megközelíteni. Az EON munkatársai hozták le a madarakat a magasból, Klébert Antal természetvédelmi őr nevezte el a fehér tollas fiókákat. Győr Ladamér községbe fészket foglalt, és minden évben oda visszajön, és a gyűrűje alapján tudják, hogy az a Gyöngyi nevű gólya.